Sziasztok, kedves barátaim! Ismét következik az Ekádesi április 26-án. Ez egy nagyon különleges Ekádesi, Mohini Ekádesi, amelyik sok bűntől, minden bűntől fel tud szabadítani, és természetesen van erről is jó kis történet, amely Surya Puránában van leírva, ahol az Úr Rámacsándra kérdezi Vasisztha Munit, és kérlek, meséld el, milyen dicsőséges a Mohini Ekádasi. És akkor elkezdte mesélni Vasisztha Muni, hogy volt egy nagyon szép folyó, Sarasvati, és ennek a folyó partján egy csodálatos város volt, Bhadravati város, amelyikbe uralkodott Gyutimana király. Ő Holt dinasztiába született, nagyon tiszta szívű volt a király, és a királynak a városába élt egy csodálatos üzletember, aki adományzott iskolákat, kórházokat épített, Dhanapala ez a neve, és a Dhanapalának volt 5 fia. Az elsőt úgy hívták, hogy Samana, Gyutimana, Madhavi, Sukriti és Drishtabuti. A Drishtabuti a rossz fiú volt. A többi nagyon szépen követik az apukájának a üzletét. A Drishtabuti, ő pedig mindig valami rosszat csinálta, mindig bűnt követte el. Ivott alkoholt, tiltott ennivalókat fogyasztottam, és járt a prostituáltokhoz. Egyik alkalommal, amikor egy nyilvános téren sétált az apukája, akkor ott látta a saját fiát, aki egy prostituáltal együtt sétál, és átölelte is. Nagyon szomorú lett az apukája, de el kellett zavarni a fiát otthonról. És akkor így elment a fia otthonról, abból próbálta megélni, hogy eladta ruhákat, ékszereket, ami apjától elvitte. Aztán, mikor elfogyott minden, akkor nem tudta, hogy mi bűn ilyen, kitalálta, hogy most tolvaj lesz, és elkezdte lopni. Addig lopott, ameddig nem kapták el. De király nem büntette meg, mert ismerte a jó apukáját, ezért nem szerette volna őt megbüntetni, de egyik alkalommal olyan komoly bűncselekmény elkövette, hogy király mondta, hát itt igazából meg is kell ölni ezért, de mivel ismerem a jó apukádat, ezért csak egyet fogok vele csinálni, hogy elküldöm a királyságból. És el kellett menni a királyságból Drishtabutinak, elment az erdőbe. Erdőben nem volt mit ennie, innie, ezért elkezdte vadászni, és akkor állatokat megölte, megette, ilyen komoly életet érte, de egyik alkalommal annak köszönhetőnek, hogy valamikor valamilyen jámbor cselekvést is végezte, besétált egyik asramba, ahol egy szent élt. A szentnek a neve Kaudinya Muni volt. A Kaudinya Muni elment a Gangesbe megfürödni, és mikor jött vissza, akkor az ő ruhájából egy pár cseppje ráesett Drishtabutira. Ennek a hatására ez a vízcsepp érintette szentnek a tiszta testét, megtisztította a tudatot. Ezért Drishtabuti, ő már képesített lesz megérteni, hogy ő egy bűnös ember, és mit kell kérdezni a bölcstől. És nagyon alázatosan Kaudinya Munitól kérdezte, hogy kedves szent, én nagyon elesett vagyok, én az életemben minden bűnt követem el, és most azért imádkozok hozzád, hogy segíts nekem, kérlek, mondd meg, milyenféle vezeklést, vagy lemondást, vagy rituálét végezhetek arra, hogy megtisztuljam a bűneimtől. És akkor Kaudinya Muni elmesélte neki, hogy legjobb az nem túl drasztikus vezekléseket csinálni, hanem nem sokára lesz Mohini Ekádasi, ami április-május hónapban növekvő holdkor lesz, és hogyha te bőtöt tartasz, akkor bizony minden bűntől meg fogsz szabadulni. Nagyon lelkes lett a Drishtabuti,
elment és betartotta, száraz böjtöt tartotta, olyan figyelmesen és lelkesen csinálta, hogy megszabadult minden karmától, és végül Vadásikor felszabadult minden karmától, és eljutott a lelki világra, lelki bolygókra ez a kis történetet. Nagyon köszönöm, hogy minden alkalommal írtuk, aki újra és újra csatlakozik és követi a bőtöt. Azok, akik folytatják, ők mindig beszámolnak, nagyon inspiráló és lelkesítő, hogy milyen eredmények vannak. Mondom most nektek a megtörési időpontot. Akkor magaik áldási április 26-án lesz. A megtörés április 27-én 5 óra 33 és 10 óra 19 perc között. Köszönöm szépen, kérem benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, majd találkozunk. Szép napot kívánok, Hare Krishna!